Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe arra is emlékeztet bennünket, hogy mennyire fontos, hogy a mi életünkben kialakuljon az a fogékonyság, az a nyitottság, hogy merjünk kockáztatni. És keresztény emberként észre tudjuk venni, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra. Az apostolokra is ez a kihívás vár, aztán a tanítványokra is. És ránk tanítványokra, ránk keresztényekre is ez vár, hogy, hogy észrevegyük, hogy az Isten terve bizonyos esetekben a mi terveinket fölülírja, és éppen ezért a mi terveinket, a mi elképzeléseinket, vagy akár mindenünket is hátra kell hagyni, hogy az Isten tervét valósítsuk meg a mi életünkben. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százanyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Péterben megfogalmazódik egy nagyon komoly kérdés. Mi lesz a jutalmunk? Ez a kérdés alapvetően abból a szempontból vizsgálható meg, hogy maga Péter is mindenét elhagyja, hogy kövesse Jézust. Nyilván a hajóját, a régi munkáját, családját, azért, hogy ő valóban tanítványként tudjon élni, és Krisztus nyomában járjon. És egyfajta adok-kapok viszonyban gondolkozik, hogy én mindent odaadtam, mi lesz, amit ezért cserébe fogok kapni. Valójában az Istennel való szeretet kapcsolatban rá kell döbbennünk arra, hogy mindent Istentől kapunk, eleve azokat a dolgokat is, amiket nagyon sok esetben fontosnak tartunk, amelyekhez ragaszkodunk, vagy amik a saját terveinkben fontos szerepet foglalnak el, de azokat is ajándékba kapjuk, ami Istentől jövő ajándék, amit tényleg nekünk szán, amely által meg akarja valósítani a mi életünkben azt a tervet, amelyet velünk kapcsolatban elgondol. És éppen ezért, amikor Jézus helyét keressük a világban, akkor az elsődleges kérdés nem azt kell föltennünk magunknak, hogy most Jézus hol van a templomban, vagy éppen a, az otthonunkban, vagy éppen egy közösségben. A helyes kérdés az, hogy föltesszük-e magunknak a legfontosabb kérdést, hogy Jézus ott van-e a mi szívünkben, Jézus ott van-e az életünk középpontjában. Jézus nem egy konkrét helyen akar megmutatkozni, hanem az életünk minden helyén meg akar mutatkozni, hogy ezáltal segítsen bennünket a jóban való növekedésben. Erre nem mindenkinek van kellő motivációja, vannak akikben komoly félelmek fogalmazódnak meg ennek kapcsán. Ö, igen, azért úgy engedek valamennyi helyet úgy Jézusnak, úgy belefér, hogy... Hát úgy néha, mondjuk úgy havonta egyszer, egy, egy órát rászállnak ugye a vasárnapi misén, vagy, vagy itt valami kis csücsköt adok neki az életemben, ott-ott el lehet magának, de egyébként ne szóljon bele a mindennapi életembe, ne szóljon bele abba, hogy egyébként nem biztos, hogy mindenben becsületes vagyok, nem biztos, hogy mindenben odafigyelek Isten szavára, nem biztos, hogy minden esetben az egyház tanítása szerint élek, ezekben ne szóljon bele, ezekből úgymond kizárom őt minden olyan dolog, amiben kizárjuk Isten életünk egyes részeiből, azok a bűnök. Valójában a bűnnek nem csupán az a definíciója, hogy szó szerint megtaláljuk-e a lelki tükörben azt a bűnt, amit tekintünk, hanem az is a bűnhöz tartozik, ahonnan nem akarom Isten szeretetét megtapasztalni, ahol nem akarom Isten jelenlétét látni. Ezek is a bűneinkhez tartoznak. És ezek lehetnek egyébként alapvetően még akár a világ számára is pozitívnak tűnő dolgok. Akár egy alapítvány üzemeltetése, vagy egy kórháznak a működtetése, valamilyen karitatív tevékenység. De azt Isten nélkül végbe víve gyakorlatilag egyfajta bűné is válhat. Amikor Péter apostol tehát a jutalomra kérdez rá, valójában arra akar választ kapni, hogy, hogy hogyan is működik egyáltalán az Istennel való együttműködés, hogyan működik az, hogy alapvetően kapunk ajándékokat, kegyelmeket, lehetőségeket, eszközöket Istentől, hogy azokat használjuk, az életünkben ezeket kibontakoztassuk, és hogy ezekre egyáltalán igent mondjunk. Az Istennel való találkozásnál itt egy nagyon egyszerű példa is előttünk áll. Ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon. De ehhez szükséges az, hogy előtte a mi saját életünknek a trónját átengedjük Jézusnak. Vajon ki ül most a mi életünk trónján? Ki az, aki vezeti a mi tetteinket? Ki az, aki meghatározza a mi valós motivációnkat? Ezek nagyon sok esetben vagy kényelmetlenül érintenek bennünket ezek a kérdések, vagy egyértelműen tudjuk rá a választ, hogy ó, hát itt csak egy kicsi helyet adjunk Jézusnak. Nem, hogy az egész életemet nekiadjam, hát erre nincsen most időm meg, ez, ez csak most egy ilyen rész feladat. És nagyon sok esetben ezt elfelejtik akkor, amikor valamilyen módon a Jézussal való találkozásra készülnek az emberek, akár szentgyónásban, akár szentáldozásban is. Hogy át akarom-e engedni Krisztusnak az irányítást, aki egyébként engem boldoggá akar tenni, aki egyébként engem szeret. Nyilvánvalóan ez az út nem jelent kockázat nélküli tervet. Hiszen az apostoloknak is szembe kellett néznünk azzal, hogy bár a tizenkét trónon ültek, valójában mindegyikük megtapasztalta a vértanúságot, még János apostol is, aki egyébként nem vértanú halálban halt meg, hanem úgymond természetes halállal az idő végzett vele, de őt magát is halálra üldözik, és megpróbálják úgymond a vértanúságban részesíteni. Tehát vannak eredmények, vannak kegyelmi ajándékok, amelyek rámutatnak arra, hogy Jézus igenis jelen van a mi életünkben, igenis kibontakozik a mi hétköznapjainkban, de ezeket a kegyelmi ajándékokat nem is biztos, hogy mindig úgy tudjuk elfogadni, hogy ezek ajándékok. Sokak számára például mondjuk az üldöztetés, a megpróbáltatások, a nehézségek. Ha olyan emberek kerülnek elénk, akik tényleg szükségük van Istenre, de tőlünk kérnek tanácsot. Nagyon sokan ezt tehernek, nehézségnek tekintik. És bizony ezzel így vannak az apostolok is, sokszor mi magunk is így vagyunk ezzel. Isten ugyanis, amikor valamilyen módon ad számunkra ajándékot, kegyelmet, akkor ezzel együtt küldetést is ad. Valami feladatot is szán nekünk. Nagyon fontos éppen ezért, hogy például a liturgiánkban is visszatérjünk ahhoz az eredeti modellhez, amely megmutatkozott még például a régi rítusban, a trientirítusban is, hogy igenis egy szentmise bemutatásához szükség van asszisztenciára, szükség van együttműködésre szükség van arra, hogy sokan ott álljanak úgymond a pap mellett, pap mögött, hogy segítsék a munkáját. De egyébként ez már az ősegyházban is így volt. Az áldozati adományokat hozták a hívek. Vagy hogyha a mi gyakorlatunkat nézzük, ott is természetes volt, hogy egy szentmisének aktív résztvevői akarunk lenni. Ezt újra meg kell tanulni. A Krisztussal való együttműködés nem csak arról szól, hogy mi lesz a hasznom belőle, hanem hogy mi lesz a küldetésem. Mi lesz a sajátos feladatom? Mi lesz az a munka, amit csak én tudok elvégezni, amelyben más nem tud nekem segíteni? Sokan azt gondolják, hogy igen, majd Isten besegít nekünk, és akkor nekünk kevesebb munkánk lesz. Nem, épp ellenkezőleg újabb és újabb feladatokat ad számunkra. Kicsit van egy ilyen film, amiből egy, egy mondatot ragadnék ki, ez a Even a Mindenható című filmben jön elő ez a mozzanat, hogy egy újságíró megkérdezi Even baxter hogy miért gondolja, hogy Isten magát választotta. És ő pedig egyszerűen ezt mondja válaszként, mindenkit választott. Mindannyian kapunk valamilyen sajátos feladatot. A kérdés az, hogy merünk -e erre igent mondani. Merjük-e átengedni életünk trónját Krisztusnak? Merjük-e azt a feladatot elvállalni, amire Isten meghív bennünket? Valójában az apostolok ezt megtették. Mi nekünk is ez lesz a küldetésünk, ez a feladatunk. Egy egész életen át tanuljuk, hogy ezt helyesen megtegyük, hogy ilyen módon Krisztus valóban az igazi ajándékokkal, az ő általa adott kegyelmi kincsekkel gazdagítson bennünket, és ezeket tudjuk továbbadni a mi feladatunk, a mi küldetésünk által minden embernek. Amen.